szabadon engedett két amerikai túszt a Hamász, közben folytatódtak az izraeli légicsapások Gázában. Mától visszaállította a határellenőrzést Szlovénia, horvát és a magyar határán, a döntést a migrációs nyomáson indokolták. Brutális viharok pusztítanak Nyugat-Európában, a szél házakat tett tönkre, a víz utakat árasztott el, halálos áldozatok is vannak. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józsa Nett vagyok. Két amerikai túszt, egy anyát és lányát engedett szabadon a Hamas fegyveres szárnya humanitárius okokra hivatkozva. A túszok elengedése Katar közbenjárására történt, ugyanakkor kudarcba fulladtak, 50 másik Izraelből elrabolt ember elengedéséről szóló tárgyalások. Az ő sorsuk továbbra is bizonytalan. Közben folytatódtak az izraeli légicsapások a gázai övezetben. A hadsereg a Hamas állásait lőtte. Tel Aviv azt állítja, likvidálták azt a terroristát is, aki a Hamas fegyverprogramjáért felelt. Ezek az első felvételek, amelyek a kiszabadult túszokról készültek. A Hamász terrorszervezet fegyveres szárnya tette közzé, és annyi látszik rajta, hogy Judith Tai Rant és Neteli Shoshana Rant átadják a Vörös Keresztnek. Anya és lánya átadása a gázai övezet határán történt, onnan Izrael egyik katonai támaszpontjára vitték őket, ahol a családtagjaik várták. Október 7-én rabolták el őket a Hamász fegyveresei, amikor betörtek Izrael területére. A két amerikai rokon látogatáson volt az egyik gázai övezet határa közelében fekvő kibucban. A Hamasz bejelentette, a túszok elengedése Katar közbenjárására történt. Később az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége egy fotót tett közzé, tájékoztatásuk szerint Joe Biden amerikai elnök gratulált nekik a szabadulásukhoz. A Hamász terrorszervezet több mint 200 túszt ejtett az október 7-i támadások alatt, további 50 embert pedig más fegyveres csoportok tartanak fogva. Állapotukról egyelőre annyit közöltek, hogy 20 túsz egy izraeli légicsapás során életét vesztette. Közben izraeli források szerint a két túsz szabadon engedése ellenére sem tett le Izrael arról a tervéről, hogy szárazföldi hadműveletet indítson a gázai vezet ellen. Az Egyesült Államok és több európai kormány ugyanis megpróbálja rávenni a zsidó államot, hogy késleltesse a szárazföldi hadművelet elindítását, abban bízva, hogy további túszokat enged szabadon a Hamász. Amerikai források szerint azonban mintegy 50 túsz elengedéséről folytatott tárgyalások kudarcot vallottak. Ezeket az Egyesült Államok, Izrael és Katar folytatta a Hamásszal. Az iszlamista terrorszervezet feltételei között szerepelt az ideiglenes tűzszünet, Gáza vízellátásának újraindítása, valamint a segélyszállítmányok azonnali bejuttatása a gázai övezetbe. Az elmúlt éjjel is folytatódtak az izraeli légicsapások a Hamász állásaira a gázai övezetben. A célpontok között egyebek között hadműveleti parancsnokságok és rakétaindító állomások voltak. Továbbá sikerült megsemmisíteni többszintes épületekben elhelyezett megfigyelő állomásokat és mesterlövész fészkeket. Az izraeli hadsereg bejelentette, megölte a Hamász fegyverzet fejlesztésért felelős mérnökét. Izrael Libanonban a Hezbollah terrorszervezet állásait is lőtte. Szombat délelőtt megnyitották, majd néhány perccel később ismét bezárták a Rafahi határátkelőt Egyiptom és a gázai övezet határán. 20 teherautónyi nemzetközi humanitárius segítséget engedtek csak bejutni a térségbe. 200 teherautó várakozik napok óta, hogy engedélyt kapjon a belépésre. A kamionok gyógyszereket, gyógyászati berendezéseket és korlátozott mennyiségű élelmiszert szállítanak. Az izraeli légicsapások miatt a gázai övezet északi részéből délre, az egyiptomi határ közelébe özönlöttek a palesztinok. Az egész övezetben nincs villanyáram, üzemanyag, élelmiszer és vízellátás. A térségben humanitárius katasztrófa fenyeget. Tegnap és ma is folytatódtak világszerte a palesztinok melletti megmozdulások, valamint az izrael ellenes tüntetések. Dániában a gázai övezet elleni támadásokat bírálták a muszlimok, Iránban pedig tüntetők halál Izraelre és halál Amerikára rigmusokat kiabáltak.
Palesztin zászlót lengetve imádkoztak a muszlimok a nyugat-kopenhágai Norebróban, Dánia fővárosának felkapott multikulturális negyedében mintegy 1000 tüntető gyűlt össze, hogy tiltakozzon a gázai övezetet ért ellentámadás ellen. Voltak, akik éjjel Palesztina feliratú transzparenseket emeltek a magasba, és a harcokért Izraelt tették felelőssé, népirtásnak nevezve a történteket. Szombaton folytatódtak az Európán kívüli Izrael ellenes akciók is. Irán fővárosában a tüntetők halál Izraelre és Amerikára felkiáltásokat kántáltak. A táblákon több helyen az Izrael vége felirat szerepelt. Fontos dolgot adtunk Gáza népének, mégpedig azt a tudást, hogyan kell fegyvereket készíteni és lerombolni a cionista rezsimet, mondta egy teheráni muszlim hitoktató. A tüntetők rigmusaiba Izrael mellett mostanra szinte mindenhol Amerika ellenes jelmondatok is bekerültek, miután az Egyesült Államok fegyveres támogatásáról biztosította Izraelt. Szombaton a nyugati parti muszlim közösségek Kaliforniában hirdettek közös imanapot. A jelenlévők Joe Bident, valamint az amerikai kormányt bírálták, amiért támogatja Izraelt a Hamász által felügyelt gázai övezet ellen indított harcokban. Allah győzelme szabadítsa fel mindannyiukat, aggódunk értük, mondta egy palesztin férfi. A palesztin párti tüntetők a Fehérház előtt is összegyűltek, a demonstrálók tűzszünetet és a gázai övezet felszabadítását követelték. Igen, a Hamász szörnyű, erőszakos cselekményt hajtott végre, ez egy terrorszervezet és komolyan veszik a szent háborút Izrael ellen, de az izraeli kormány vérszomjas és azt akarja, hogy neki kedvező módon végződjön a konfliktus, érvelt egy amerikai demonstráló. Szombaton Sydneyben is ezrek mentek utcára, óriási palesztin zászlót húzva maguk után. A palesztin akciócsoport által szervezett tiltakozáson több mint 15 ezeren vonultak a Sydney-i városháza elé, de Ausztrália szerte Brisbane-ben, Perth-ben és Hobart városában is tüntetést hirdettek meg. A nemzetközi közösségeknek fel kell ismerniük Palesztina jogait, ez ennyire egyszerű, fogalmazott egy Sydney-i tüntető. A Hamász terrorszervezet Izraelre mért támadása óta folyamatosak a palesztin barát tüntetések, a többnyire bevándorló hátterű tömegek Palesztinát éltetve és Izrael ellenes antiszemita rigmusokat skandálva vonultak utcára. A hatóságoknak több országban zsidó ellenes akciók során kellett fellépniük. Benyújtotta lemondását a belga igazságügyi miniszter a hétfői terrortámadás miatt. Pénteken ugyanis kiderült, hogy Tunézia egy éve kérte a merénylet elkövetőinek kiadatását, a kérvényt azonban nem dolgozták fel a belga hatóságok. A miniszter szerint ez hatalmas és elfogadhatatlan hiba volt, ezért jelentette be, hogy távozik posztjáról. A tunéziai férfi hétfőn két svéd állampolgárt lelőtt, egyet pedig megsebesített. A menedék kérelmét 2020-ban elutasították, de továbbra is illegálisan Belgiumban élt. Az illegális migráció okozta veszélyhelyzet talán még soha nem volt olyan súlyos, mint jelenleg, erről beszélt a Fidesz EP képviselője a közösségi oldalára feltöltött videóban. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, Nyugat-Európa nagyvárosaiban terroristák ártatlan európai embereket támadnak meg és mészárolnak le. A Fidesz EP képviselője hangsúlyozta, nem engedhetjük meg, hogy mindez Magyarországra is megérkezzen. A Hamász terrorszervezet Izrael elleni támadása ráadásul még tovább fokozta a feszültséget Európában. És Brüsszel ennek ellenére most át akarja erőltetni a migrációs paktumot a tagállamokon. Azt a migrációs paktumot, amely tovább szélesítené, sőt állandósítaná az illegális bevándorlást egész Európába. Nem engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen. A veszély most nagyobb, mint korábban bármikor. Szlovénia szerdán alacsonyról közepesre emelte a terror fenyegetettség szintjét, mától pedig ellenőrzést vezetett be a Horvátországgal és Magyarországgal közös határán. A részletekért Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjánához, szervusz. Miért döntött Szlovénia a szigorított biztonsági intézkedések mellett, és mi a helyzet most a szlovén-magyar határon? Jó napot kívánok! A szlovén kormány szerint az Európában és a Közel-Keleten jelenleg fennálló fokozott biztonsági helyzet és a terrorcselekmények elkövetésére irányuló felhívások miatt volt szükség a biztonsági intézkedések szigorítására, a terror fenyegetettségi szint megemelése mellett arra, hogy mától Szlovénia ismét bevezette a határellenőrzést a horvát és a magyar határon először 10 napra, de szinte biztos, hogy az intézkedést meghosszabbítja. Szlovénia attól tart, hogy a különböző terror
terrorista mozgalmak tagjai visszavonulnak a fegyveres konfliktus sújtotta területekről, és hogy ezek a személyek többek között embercsempészek segítségével beszívárognak a vegyes migrációs áramlatokba, és megpróbálnak illegálisan bejutni az Európai Unió területére, így Szlovéniába is. Szlovénia ezért 12 ellenőrző pontot hozott létre a horvát és 2-t a magyar határon. Kizárólag ezek a határátkelő helyek vannak nyitva minden utazó, így a harmadik országok állampolgárai számára is. A miniszter az intézkedés bejelentésekor arra utasította a szlovén rendőrfőigazgatót, hogy a határ mentén élő embereknek biztosítsa a normális életet és a normális határátkelést. A helyiek mind abban reménykednek, hogy ehhez tartják is magukat, de még itt a Muravidéken a Hosszúfalu, Rédics, valamint Pince, Tornyi, Szent Miklós határátkelő helyeken a forgalom normális tempóban halad, addig a Magyarországot és Szlovéniát összekötő autópályán, Pincénél már a kora reggeli órákban rendkívül hosszú sorban torlódtak fel a kamionok, személygépkocsik és más járművek. Magyar Lovrics Mirjánának köszönjük szépen! Szintén mától Olaszország visszaállította a határellenőrzést a Szlovéniával közös határán. Az olasz hatóságok szerint a balkáni migrációs útvonalon terrorista gyanús személyek és fegyverek mozoghatnak Európa irányába. Róma, Sárközi Júlia. Nem fizikai sorompót jelent, hanem először szúrópróba szerinti ellenőrzést, majd akár egyenként is ellenőrizhetik az átlépő személyeket vagy járműveket. Az olasz belügyminiszter elmondta, hogy erre azért is szükség volt, hiszen az izraeli és palesztin feszültség után Párizsban és Brüsszelben is terrorista merényleteket követtek el, és ahogyan a múltban most is kiderült, hogy a merénylők többsége az Olaszországot is érintő migrációs útvonalon keresztül léptek be Európában. Orbán Viktor miniszterelnök átfogó politikai beszédet tart november 22-én Zürichben az idén 90 éves rangos svájci konzervatív hetilap a Weltwoche jubileumi ünnepségén. A miniszterelnök sajtófőnöke Havasi Bertalan elmondta, az eseményen pódiumbeszélgetés is lesz, amelyet a hetilap főszerkesztője Roger Köppel, svájci néppárti parlamenti képviselő moderál. A Kínával szembeni brüsszeli szankciókat az uniós országok lakosainak több mint kétharmada elutasítja, ez derül ki a Századvég friss kutatásából. Az intézet vezető elemzője az M1-en arról beszélt, hogy ezek az intézkedések nem az európai gazdaság fejlődését segítik, és nem is az európai munkahelyek lesznek a nyertesei. Ezzel szemben Orbán Viktor kínai látogatásán a héten arra hívta fel a figyelmet, hogy igenis keresni kell az együttműködést a keleti országokkal, ez ugyanis Magyarország érdeke. Csúcsvállalatok vezetőivel tárgyalt a héten Orbán Viktor kínai látogatása során. A magyar miniszterelnök egyeztetett a világ legnagyobb elektromos autógyártó cége, a kínai BYD alapító elnökével. A kormányfő a digitális jövőről tanácskozott a Huawei alapító vezérigazgatójával, és megbeszélést folytatott a kínai ipari és kereskedelmi bank vezetőjével is. Az ázsiai ország Magyarország kiemelt gazdasági partnere. A tavalyi év végére a kelet-európai régióban hazánkba érkezett a legtöbb kínai beruházás. A nyugati versenyelőny korszaka véget ért. Új helyzet állt elő, a nyugat versenyelőnye csökkent, míg a keleti világ megerősödött. Mutatott rá a magyar kormányfő az Egy Övezet Egy Út kezdeményezés csúcstalálkozóján. Kiemelte az a kérdés, hogy hogyan reagál erre Európa. Az európai dilemma úgy szól, blokkosítsuk-e a világgazdaságot, vagy versenyezzünk? Protekcionisták legyünk, vagy keressük az új korszak együttműködési és összekapcsolódási lehetőségeit? Az Európai Unió vezetése azonban nem lehetőséget, hanem jelenleg kihívást lát a Kínával való együttműködésben. A Kínával szembeni fellépésről beszélt az Európai Bizottság elnöke szeptemberi évértékelő beszédében. Ursula von der Leyen többször felvetette, hogy az ázsiai országgal szembeni szankciókra lenne szükség, főként Oroszországhoz fűződő viszonya miatt. Az uniós testület vezetője bejelentette, az EU büntetővámokat vet neki a kínai elektromos autókra, mert Brüsszel szerint a kínai gyártók az állami támogatás miatt tudják nyomottáron adni a termékeiket. A bizottság szubvenció ellenes vizsgálatot indít a Kínából érkező elektromos járművek kapcsán, jelentette be Ursula von der Leyen.
Az európai emberek véleménye Kínával kapcsolatban jócskán eltér Brüsszelétől, állapította meg a Századvég. A legutóbbi felmérésükből kiderült, a Kínával szembeni brüsszeli intézkedéseket az uniós országok több mint kétharmada esetében a közvélemény inkább elutasítja. Azt írták, az Európai Bizottság elnöke Joe Biden amerikai elnökkel folytatott márciusi találkozója óta fordulatot sürget az EU-Kína politikájában. Kínában vezetőek a szankcióknak nem az európai gazdaság, nem az európai emberek munkahelyei lesznek a nyertesei. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy másoknak az érdeke, hogy ezt a politikát folytassa Brüsszel. Erről már Palóc Andrea Századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. Még az európai emberek nem értenek egyet a szankciókkal, addig Brüsszel erőlteti őket Kína irányába is, és közben gyakorlatilag egy olyan politikus találunk itt az Európai Unióban, aki ennek megfelelően, az emberek akaratának megfelelően próbál meg itt helytállni, és az a magyar miniszterelnök. Látható, hogy közben ő folytat egyfajta kereskedelmi egyeztetést folyamatosan, hiszen Magyarországnak ez az érdeke. 2022-ben Kína az Unió legjelentősebb importpartnere és harmadik legfontosabb exportpiaca volt. A Századvég szerint a fokozódó kereskedelmi konfliktus ezért súlyos következményekkel járhat az Európai Unió gazdaságának egészére és a lakosság megélhetésére nézve egyaránt. Minden pénzügyi, politikai és média támogatást megkapott a lengyel balliberális oldal külföldről. Erről írta a Magyar Nemzet a lengyelországi választások hátteréről a nyugati beavatkozásokról szóló sorozatának első részében. Az oknyomozó cikkben szó esik a sorosféle médiavásárlásokról és NGO finanszírozásokról, az uniós pénzek megvonásáról és a brüsszeli nyomásgyakorlásról, valamint az Action for Democracy szerepéről is, amelyek együtt segítették a lengyel baloldalt ahhoz, hogy többséget szerez a választásokon. A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy bár tavaly sikerült kivédeni a magyarországi külföldi befolyásolást, a lengyel események már előrevetítik, hogy mi vár a következő hazai választásokon a magyarokra. Hatalmas károkat okozott a Babett nevű vihar Észak-Európa országaiban. Skóciában eddig legalább 3-an vesztették életüket. Németországban és a skandináv országokban pedig térdig érő vízben gázolnak az emberek. Néhol 120 km/órás széllökéseket regisztráltak. Az ausztriai Tirol tartományban szintén súlyos viharok pusztítanak. Egy ember meghalt, miután rádőlt egy fa. Megbillentek, majd egymásnak ütköztek ezek a vízen úszó csónakházak Dániában, Zéland-sziget keleti partján. Ezen a helyen eddig 15 kunyhó állt egymás mellett, azonban néhány közülük a heves hullámzás hatására egyszerűen darabokra hullott. A tenger vízszintje 2,5 méterrel meghaladja az ilyenkor szokásosat, ezért a területet le kellett zárni. Dániát is elérte a Babett névre keresztelt vihar. Alig néhány óra leforgása alatt több centiméternyi csapadék hullott le, ami villám áradásokhoz vezetett. Az emberek térdig érő vízben gázolnak, nem csak az utcákon, de sokszor a saját otthonaikban is. A hatóságok már 5 nappal azelőtt megkezdték a felkészülést, hogy lecsapott volna a vihar. Homokzsákokkal pakolták tele a partmenti területeket, illetve tűzoltó csöveket helyeztek el a víz elvezetésére. Azonban a szakértők úgy vélik, a rendkívüli időjárásnak így beláthatatlan következményei lesznek. Ilyen súlyos viharra 110 éve nem volt példa. Vissza kellett jönnöm, mert féltem, hogy a nyaralóm a tengerbe zuhan. Rengeteg földet és faforgácsot halmozunk fel zsákokban, nehogy a víz elérje a házamat. Feltöltjük a gödröket, és meglátjuk, mi lesz, mondta egy férfi. A dánok aggodalma nem véletlen, hiszen Babett az Egyesült Királyságban már több ember halálát okozta. Skócia keleti részén szombaton is vörös riasztás lépett életbe. Számos vasútvonalat lezártak, de az időjárás a repülőtereken is fennakadásokat okozott. Több száz otthonból kellett evakuálni az embereket. Babett Norvégiában, Svédországban és Németországban is jelentős pusztítást vitt véghez. Az északnémet tartományokban helyenként 120 kilométeres széllökéseket regisztráltak, a városokban pedig térdig ér a víz. Sok helyen szünetel a buszközlekedés, valamint a kompjáratokat is felfüggesztették. Régóta nem tapasztaltam ilyen szélsőséges időjárást, főleg nem kelet felől, pedig már 45 éve itt élek. Még sosem állt ennyire magasan a víz, mondta egy helyi lakos.
Ausztria nyugati részén is van halálos áldozata a viharoknak. Az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki a helyükről, a kidőlt fák miatt pedig rengeteg utat le kellett zárni. Számos épület szintén megrongálódott. Az ítéletidő olyan hirtelen csapott le, hogy néhány gyereket és a felnőtteket a tűzoltóknak kellett kimenekítenie egy erdei óvodából. Franciaország délkeleti sarkán napok óta tombolnak a viharok. Több száz embert evakuáltak, mivel a megáradt folyók már a településeket veszélyeztetik. A szakértők úgy vélik, a helyzet tovább súlyosbodhat a hétvége folyamán. Nagyon aggódunk. Még mindig rengetegen lehetnek veszélyben, mégsem evakuálták őket, mondta egy önkéntes. A 140 km/órás széllökések fákat és villanyoszlopokat csavartak ki a helyükről. A folyók sodrása olyan erős, hogy egy híd is összeomlott. Legalább 250 embert kellett kimenekíteni. Itthon ma is folytatódik az októberhez képest szokatlanul meleg idő. Az előrejelzés szerint a déli megyékben és a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, néhol akár 28 fokot is mérhetnek. Még a meleg rekord is megdőlhet, ahogyan pénteken is Tiszaalpáron 30,3 fokot mértek, ez 3,4 fokkal több, mint a korábbi csúcs, amit egyébként alig 4 éve jegyeztek fel Adonyban. Az enyhe idő mellett zivatarok is lehetnek, főleg az ország középső részén. Teltházasa a legtöbb hazai hotel az ünnepi hosszú hétvégén. A vendéglátóhelyek több helyét különféle programokkal, gasztronómiai különlegességgel is készülnek. A múzeumok pedig ingyenes nyitvatartással várják a látogatókat. 1948 a Mincenti. Október 23-án lesz egy éve, hogy átadták az zalaegerszegi Mincentineumot. A múzeum Mincenti bíboros herceg primás életét és munkásságát mutatja be. Az intézmény az egyéves évfordulóján ingyenes nyitvatartással és különleges tárlatvezetésekkel készül. A Mincenti életutat bemutató kiállítást fogják bemutatni, utána nyitunk egy kiállítást, egy időszaki kiállítást itt az aulában szintén Mincenti Józsefről, 3 órakor pedig a második emeleti kiállításunkat mutatja be a kurátor Sós Viktor Attila. Ezen kívül természetesen készülünk még kurátori tárlatvezetéssel a Sziszi kiállításban is. Az EGRI várlátogatása is ingyenes lesz hétfőn. Október 23-án este 6 óráig várják majd a látogatókat. Egyebek mellett interaktív tárlatvezetésekkel, valamint különféle fegyver és viselet bemutatókkal. Egész nap vannak interaktív tárlatvezetéseink, az EGRI vár vitézei és a hős EGRI asszonyok várják a látogatókat, és egészen már 10 órától fél óránként gyakorlatilag mindig van tárlatvezetés az Akna figyelő folyosókba, a hősök termébe, az EGRI vár területén. De nem csak a kulturális intézmények, a szállodák is készülnek már az ünnepi hosszú hétvégére. Az utolsó simításokat végzik a vendégek érkezése előtt ebben a soproni hotelben. A foglalási adatok azt mutatják, hogy teltház lesz a következő napokban. Mindig törekszünk arra, hogy az adott időszakhoz készüljünk az ételekhez. Éppen most váltottunk étlapot az éttermünkbe, készülve az őszi különböző tökös és ehhez hasonló ételekkel, de a félpanzion is a reggel is meg fog majd mutatkozni azok az őszi jegyek, amik ilyenkor jellemzőek. A szállodák mellett számos pincészet borkóstolásokkal várja a hosszú hétvégén a borok kedvelőket. Nagyon sok visszatérő vendégünk van, nagyon szeretik a villányba érkezők, ugye nyilván a jó testes vörösborokat. Habár most már a fehérbor is előtérbe kerül, többen keresnek most már fehérborokat. Csokismentes szamocza lekvárunk dénnyertes lett. Igazi különleges finomságokat, egyebek mellett lekvár különlegességeket és zöldségkrémeket. De sajt különlegességeket, mézet is kapni lehet majd a tradicionális városi piac téren Kecskeméten, ahol már pénteken is nagy volt a nyüzsgés. A város főterén már évek óta hagyomány az őszi termékfesztivál, ahol őstermelők és kézművesek mutatják be szebbnél szebb és finomabbnál finomabb portékáikat. Őstermelői finomságokkal készülünk, itt a kecskeméti értékek mentén, ugye a barack termékek, a lekvárok, a borok, a pálinkák jelen vannak, de vannak újabb újdonságaink is, fűrtojás, marcipán termékek, különböző egészséges édességek, gyümölcszelék. Noha a vendéglátóhelyek dömpingre számítanak a következő napokban, a legtöbb bolt azonban zárva lesz a nemzeti ünnepen.
1956 a forradalom és szabadságharc olyan pont a történelemben, ami alapot teremt az Egyesült Államok és Magyarország számára az együttműködésre. Erről a kulturális és innovációs miniszter beszélt Washingtonban az október 23. alkalmából rendezett ünnepségen. Csák János hozzátette, a magyar és az amerikai egyaránt szabadság szerető nép, a mai világban pedig érdekünk, hogy béke legyen. Az ünnepségen műsort adott az amerikai fővárosban működő Tisza Ensemble táncegyüttes, valamint Mága Zoltán hegedűművész. 1956 egy olyan pont a történelemben, a forradalom és a szabadságharc, ami két ilyen szabadság szerető népnek nagyon sok muníciót ad arra, hogy együttműködjünk. Különösen abban a világban, ahol tavaly ugye kitört a háború. Forgalomkorlátozások lesznek a nemzeti ünnep rendezvényei miatt Budapesten. Vasárnap délután a Nemzeti Múzeumnál, a Korvin köznél és a Műegyetem rakparton kell szakaszos lezárásokra számítani. Hétfőn pedig az Oktogonnál és az Andrássy úton is lesznek forgalomkorlátozások. Az ünnepi rendezvények miatt változik több BKK járat útvonala és menetrendje. Ezekről érdemes még indulás előtt tájékozódni a közlekedési társaság honlapján. Hétköznapi kérdésekre keresi a választ a közmédia új műsora, a Delta. A műsor házigazdája Fejős Ádám, a közmédia meteorológusa, aki ismert kutatókkal, szakértőkkel és neves művészekkel közösen jár körbe egy-egy témát. Az első epizód a távolságról szól majd ma délután 5:30-tól a Dunán. A technika segítségével legyőzzük az időbeli és térbeli távolságot. Stúdiónkban megelevenítjük Jábor Pált. A Halálos tavasz vagy a Dankó Pista filmekből ismert színész óriást hozzák el a nézőknek. Ez egyedülálló a hazai televíziózásban. Jellegzetes hangját is megidézik az alkotók egy speciális technológiának köszönhetően. A megújult Delta készítői az animációk és a különleges 3D-s grafikák mellett a virtuális stúdió lehetőségeit is több alkalommal kihasználták a sorozatban. Az ikonikus keresztapa nyitó jelenetében kellett egy cicával játszanom például. Most viccesnek tűnhet, hogy miköze ehhez a tudománynak. Hát nagyon nem egyszerű dolog belerakni egy embert egy leforgatott filmjelenetbe például. Tehát az egy kifejezetten nehéz és nagyon is melós dolog volt, hogy hitelesen úgy tűnjön, mintha én is ott lennék egy helyszínen. Itt most mellettünk olyan, mint egy nagy méhraj, pedig valójában csillagváros. A műsorban a közmédia meteorológusa keres válaszokat a minket körülvevő világ hétköznapi kérdéseire. Vendégeivel, a tudományos élet jeles képviselőivel, ismert kutatókkal, szakértőkkel és neves művészekkel közösen járnak körbe egy-egy témát. Fejős Ádám gyermekkorában nagy rajongója volt az akkori Deltának. A most megújult ismeretterjesztő műsor azonban sok mindenben különbözik elődjétől. Az epizódok olyan kulcsfogalmakra épülnek, mint például a késés, az erő, a ritmusok vagy a család. A műsorvezető szerint ezzel tartalmában és hangulatában is egy modern Deltát kapnak a nézők, amiben minden generáció, fiatalok és idősebbek egyaránt megtalálhatják a számukra érdekes információkat. Ez nem csak egy tudom. Tudományos ismeretterjesztő műsor, ez igyekszik szórakoztatni is, próbál egyfajta mesdjén mozogni, és ez az a mesdje, ami képes leültetni egy családot a képernyő elő, amennyiben ez lehetséges. Nem tudom, hogy egyáltalán a 20 év alattiak hajlandóak-e leülni a tévé elé, de ha hajlandóak, akkor bízom benne, hogy ez a Delta lesz, ami meghozza majd nekik ezt a kedvet. A megújult Delta október 21-én indul a Duna csatornán, és ezt követően 10 héten át mindig szombatonként lesz látható. Az első epizód a távolságról szól, ma délután 5:30-tól a Dunán. Idén a koraszülött és a vele született fejlődési rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését támogatja a közmédia karitatív műsora, a Jónak lenni jó. A kampány kedvezményezettje a Semmelweis Egyetem alapítványa. A befolyó összeget a fejlődés támogató központra költik majd. A közmédia az elmúlt bő egy évtized alatt összesen már több mint 2 milliárd forint értékben támogatott szervezeteket. Jaj, de gyönyörű vagy! Szilvi a vártnál egy hónappal korábban oxigénhiányos állapotban jött a világra, majd nem sokkal születése után tüdőgyulladást kapott. Nagyon nehéz időszak volt, bocsánat. Édesanyja könnyeivel küszködve mesélt az átélt nehézségekről és a kezdeti kritikus időszakról. A kislány 2,5 hetet töltött a Semmelweis Egyetem koraszülött osztályán. Lélegeztetőgépen is volt,
Aztán volt olyan időszak, hogy javult a helyzete, majd kicsit megint rosszabbodott, és utána jött csak a jobb dolgok, úgyhogy ott utána tényleg elkezdett javulni. Az orvosok 0-24 órában tényleg felügyelték az állapotát, ők is aggódtak érte, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik. Magyarországon minden tizedik gyermekkora szülött, vagyis évente mintegy 8000-re jönnek a vártnál korábban a világra. Köztük vannak olyanok is, akik rendkívül kis súllyal születnek. Mici a 24. héten jött. Mici egyike az extrém kora szülötteknek. Alig volt 370 gramm, mikor világra jött. Ma már 7 éves. Csodalány, tényleg, tehát hál' Istennek így szépen jött ki ebből az extrém kora születésből. Egyszer volt, hol nem volt. A koraszülött gyermekek fejlesztése szinte azonnal már a kórházban elkezdődik, és sok esetben évekig tart. Ez az orvoslásnak az egyik legeredményesebb és legszebb része. A gyerekek nagyon-nagyon jól gyógyulnak. Fantasztikus gyógyulásokat látunk, nagyon nagy nehézségekkel indul gyerekeknél is, tehát a mi bizodalmunk az mindig ott van, és ezt a bizodalmat, ezt az optimizmust, ezt mindig megpróbáljuk átsugározni a szülőre is. A Semmelweis Fejlődés Támogató Központ a közmédia karitatív műsorának, a Jónak lenni jó akciónak az idei kedvezményezettje. A támogatásból az épületet szeretnék bővíteni és modernizálni, ezzel egy helyen tudják majd biztosítani a különféle kezeléseket, így nagyobb eséllyel gyógyulhatnak a koraszülöttek és a fejlődési rendellenességgel élő gyerekek. Talán nincs annál szebb dolog, mint egy meggyógyult gyermek, egy hálás gyermeknek a mosolya, és emögött egyébként ott van egy egész család. Hiszen amikor egy gyereket meggyógyítunk, és úgy tudunk hazaadni, vagy segíteni tudunk, és jobbá tudjuk tenni az életét, az a nem csak neki személy szerint, hanem egész családoknak segítünk. Azt gondolom, hogy itt a kollégák mindegyikében ez az attitűd látható. Az adományvonal már él. Segíteni idén is többféle módon lehet. Nagyon fontos az, hogy ismét mindenkit hívunk nagy szeretettel, hiszen azok is, akik ilyenkor a szíve megdobban, hogy hogyan segíthet, de nincs sok pénze, azok számára is ez a bizonyos 500 forintos adományvonal él, ez a 13600-as hívószám, és utána a 04-es kódot kell beütni. Különleges tárgyak megvásárlásával is lehet jótékonykodni. A felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu e-mail címre várják. A kampány részleteiről pedig a mediaclick.hu/jonaklennijo oldalon lehet tájékozódni. A Jónak lenni jó egésznapos adománygyűjtő műsora december 17-én lesz. Ez volt a Híradó Déltől, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sporthíradó. Csanádi Kristóf várja önöket.